Mezőberényben nyílik meg a 12. kormányablak Békés megyében, derült ki a csütörtök délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón. A mezőberényiek számára nagy jelentőséggel bír a kormányablak, hangsúlyozta Siklósi István polgármester. Nagyon fontos ez a kormányablak. Nem magának az önkormányzatnak, hanem a lakosságnak, hiszen tudjuk valamennyien, hogy a kormányablakban lényegesen több ügyfajtát lehet elintézni az embereknek, mint a jelenleg mezőbenében működő okmányirodában, amelyek egyébként, ha jól tudom, akkor előbb-utóbb kivezetésre kerülnek, mint szervezeti forma. Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, bízik abban, ez a program új időszakot jelez Mezőberény életében. A kulturális életben is egyértelműen letette a névjegyét a település. Ez előrevetítette azt is, hogy mindenféleképpen a közigazgatásban is valamiféle központi szerepet el kell, hogy lásson a település. Nem csak a földrajzi helyzete miatt, hanem az előbbiekben említettek miatt is. Gajda Róbert kormány megbízott, az ügyben tetten érhető összefogás jelentőségét hangsúlyozta, és szólt a kormányzat közigazgatást megújító törekvéseiről is. Ennek fontos része a középszintű közigazgatás átszervezése, a gyors, hatékony és ügyfélbarát rendszer kiépítése. Hogy 2011-ben az akkor felállt kormány nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a közigazgatás reformja az megkezdődjön, egy hatékony, gyors és ügyfélbarát közigazgatást szeretnénk kiépíteni. És ennek nagyon fontos előfeltétele az, hogy olyan kormányablakokat tudjunk létrehozni, ahol az egyablakos ügyintézés az meg fog tudni a jövőben valósulni. Csarnai Judit, a Békési járási hivatal vezetője azt mondta, a működését várhatóan szeptemberben megkezdő kormányablakban több mint 14 ezer ember Mezőberény mellett Köröstarcsa és Kamut polgárai intézhetik az ügyeket.